Gólokban nem volt hiány a Continental Arénában rendezett háromnapos teremtornán. A 13. alkalommal megrendezett Kelet-Magyarország Ice One Hungária nemzetközi torna gólgazdag mérkőzéseket hozott. A 64 meccsből mindösszesen egy találkozón nem esett találat. Ez a 32 csapat igazi népszerűsítését hajtotta végre, reprezentálták a kispályás labdarúgást és a teremlabdarúgást itt a megyénkben, hiszen a döntőre 1300 néző jött össze a Continental Arénába, és jól szórakoztak igazán, hiszen igazi parkettművészeket láthattak, nagyon sok neves játékos is itt volt, de voltak lakótelepi összeverbúválódott csapatok is, voltak nagy gólarányú győzelmek is, de már amikor a 16 közé kerültek a csapatok, ott már egy-két gólon dőltek el a mérkőzések. Jó szórakozott mindenki, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy a lejátszott 64 mérkőzésen egyetlen egy kiállítás nem történt. Kéklapból is ilyen kétperces büntetést jelent, vagy négy vagy öt volt összesen, és a legfontosabb az, hogy senki nem sérült meg. A vasárnapi döntőbe a tavalyi bajnok Big Cash Poker Club jutott, valamint a sényői nagypályás csapatra építkező Berni Hús együttese. Végül az utóbbi ünnepelhetett, szoros mérkőzésen 2-1-re nyerték a finálét. A sényői csapat volt az alapda, azért itt játszott pontosan a torna legjobb játékosa, a gazdag Dániel és a Budapest Honvédból, de a kispályások között is óriási tehetséges futbolisták vannak, akár a fiatalok között, vagy akik már tettek le a zöldgyepre valamit, és nagyon sokan bontogatják a szárnyaikat, hiszen sokan a kispályáról kerülnek majd nagypályára. A leláton nagyon sok szakembert láttam, akik jöttek megfigyelőként, hiszen átigazolási időszak van, felmérik a helyzetet, és sok játékost általában innen csábítanak el. A már említett legjobb játékos gazdag Dániel mellett a torna legjobb kapusa címet a Big Cash Poker Club kapujőre Jakocska Csaba érdemelte ki, míg a gólkirály a Ballasau játékosa Dávid Róbert lett.